Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, szervusztok! Folytatjuk a Pentimentet, és hát ugye egy gyanúsítottat azt már kikérdeztünk, hát nem sok mindenre jöttünk rá, úgyhogy megyünk tovább, és próbáljuk kifogatni a többi gyanúsítottat is, hogy mit fogunk tudni velük kezdeni, az majd aztán kiderül, hoppá, 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 dörög az ég. Ugye itt nekünk van egy kemény kis esőzésünk, Franz, na beszéljünk Franzal. Nem láttam a fiadat. Miért? Miért kérdezed? Ja, aha, tényleg Francnak a fia lehet a Martin, tudjátok, aki állandóan bemutat itt nekünk. Azt... Ajjaj, itt most van egy nagy káromkodás, ezt lehetem olvasom fel. Aha, tehát hazudott nekik, hogy ő beteg meg minden, és ugye, hogy nem jött ki dolgozni. Aha, de hát... Azt mondta, hogy... Hát igen. Hát úgy látszik most az öreg franc mérges a gyerekre. Hú, aztán kapni fog a gyerek, hogyha hazaérkezik. Aha. Igen, biztos, hogy de ez az, azt az anyától tanulta, biztos, hogy nem tőlem tanulta, mondja itt nekünk a franc. Hát, nyilván. Ket. Ket, gondolom az anyuka lehet. Aha, Ketnek kéne elmondani. Jó, persze, elmondom neki, hogyha találkozok vele. See you later, until then. Oké, okay, később találkozunk. You should come to supper at my table. Ja, együnk vele? Együnk. Na, hát nézzük meg, mit tudunk enni ilyenkor. Jó, elmondjuk az asztali áldást. Nagyon jók vagyunk. Amen, amen, amen. Kisgyerek sikolt itt nekünk az ürünkbe. Jó. Megint van itt minden a kaja. Minden kaja az asztalon. Húha, ez nem is nagyon tudom, hogy ezek mik. You are a respectful man, András, your parents deep sleep in you. Tehát, hogy egy tiszteletre méltó ember vagyok. A szüleim megfegyelmeztek? Hát, próbáltak. Válasszuk el, ez azt jelenti, hogy ugye nem volt sok baj, nem történt velem sok baj, nem kevertem sok bajt, a legtöbbet megtartottam magamnak. Ah, szerencsések. Martin got a special knack for making trouble, tehát egészen ügyesen tud bajt csinálni. Only thing he loved more than being layabout and winner. Azt a kettő utolsó szót nem tudom, hogy mit jelent, úgyhogy nem is fogjuk tudni meg. You ask me the trick to well-behave children. Hát, most hadd ne menjünk bele. Azt a mekkora vagányság van, így eszik a halat, de durva, ez ugye hallal töltött pite, ez pedig hallé, hát együk meg akkor a hallét először. Aha, bibliai idézet, a biblia mond nagyon sok minden, tökéletes válasz Andrástól. Mond valamit a jó vendégről? Ajajajaj. Aha, tehát hogyha kevesebbet ordítana, akkor Martin nem szökne el, tehát hú, ez a franc, ez már okol mindenkit, mindenki érezve, és valahogy nem tudja lekezelni a helyzetet. Brigitta teljesen becsicskul, hogy úgy mondjam, úgyhogy megpróbálja. Ajajajajajaj, hát fejfájás fog neki okozni, Wolf az üzi szipog. There you go, sweet boy. Na végre. Aha. Oké, okay, tehát hideg van, kellett ez legyen kedves tenni a tűzre, ha már itt van. Nem tudom, hogy mennyire kedves. Yes, of course. Ajajajajaj. What? You got an excuse? No, little tum ich need to lie down.
Ó, aha, na végül is ezért jöttünk ide Kemperin asszonyért, azt tudjuk, hiszen most őt kéne valahogy kifaggatnunk, hogy mi a helyzet. Aha, tehát az öreg asszony így gyűjtötte a tüzelőanyagot. Aha, és ez Franz viszont adót fizet a tűzifa után. Vagy tűzifával fizeti az adót. Ó, és leordított a ketet, aha. Úgy tűnik, mintha élvezné. Az öreg asszony, hogy ordítozik mindenkivel, az emberekkel, hát azért vannak itt érdekességek. Old witch, egy öreg boszorkány, ez az. Aha, hogyha meg szeretné tartani a házat, akkor lehetne gyereke is, hát erre most én sem tudnék mit mondani. Hát ez a franc, nem is értem ezt a csákót. Sorry, 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 sorry. Aha, beszélget a Wolfikával, becészketi, játszik vele. I'm sure Ottilia would have son if she could have chosen to. Most nem mentegessük már ezt az Ottiliát, mit tudom én, hogy mi baja van az Ottiliának. Nem is tudom, merre folyik ez a beszélgetés. Aha. Minden nap imádkozott, hogy legyen egy fia, és aztán Martint kapták. You want Hedy? Ki ez a Hedy? Ő. Ja, az az öreg asszony, akivel a pékség előtt találkoztunk. Szerintem az a Hedy. Aha. Tehát, hogyha az én testvérem meg tudta szólítani az Istent, akkor az az öreg boszorkány is meg tudná szólítani. Így is van. Remélem, Martin jól van, kérdezi itt a Brigitta. Ujjajajajajajajaj, minél hamarabb jön az, annál hamarabb veri szét az apja. Az igen. Hát ezzel az emberrel viszont még nem találkoztunk. Tehát fogalmam nincs, hogy az ki. Így van, Franz már meg is mondta, megette mindenki a kajáját, lehet szépen hazamenni vagy dolgozni, úgyis egy csomó mindent kell csinálni. Így van, igaza van, no. Right, I should be off. Persze, udvariasak leszünk. Ő is beköszöni, hogy udvariasak vagyunk. Köszönöm az ebédet. Szevasztok. Na. The flute, bedtime. De miért van már megint bedtime? Nem bedtime-ot akarok, hanem az öreg asszonyhoz kéne eljutni. Az most vissza kell menni. Ajajajajajaj. Na, akkor menjünk vissza, aludjunk. Aludjunk egy sort. És... ha alszunk utána, akkor tényleg visszajövünk ide. Gertner Farm. Jó, nekem ide kell jönni, azt hiszem. Ezek a disznók még mindig úgy néznek ki, mint a kutyák. Ott leszik az öreg. Itt leszik a kicsi család. Mivel vagyunk fel akkor az emeletre, hát megint sikeresen úgy jövünk át, hogy... A letter from Florian. Geyer Florian? Aha, az öreg Floriántól kaptunk egy levelet. Jaj, tényleg. Hú, hát a holttestet át kéne nézni tényleg, és Florian, amikor kidobott minket a holttest megtalálás, akkor mondta, hogy menjünk vissza hozzá. Hát azonnal, azonnal vissza kell menni hozzá. A saját késével ölték meg.
Ezt találta a bárónál. Oké, itt most már átadja nekünk ezt az egészet. Igen, remélem ez tud segíteni. Sajnálja, hogy nem tud nekünk többet segíteni. Semmi baj, főnök. Jó, hadd nézzem. A gör. A lány, aki meghalt. És az ártatlan vele. Martin's Chapter. Ez ugyanaz a felirat, mint amit találtunk a sírkövön. Tehát azért ott már van valami gyanúság. A sírkő árus, Martin. Monastic Hour Corresponding to... Aha, éjszakai ima. Így van, azt megtaláltuk odalent. És ez, jó, és ez nagyon fontos, ez pontosan ugyanez az írás és a tinta, mint amit a múltkor találtunk. Oh. Most kimondott nekünk valami nagyon jó, András, ugye valaki összerendezte a bárót és a gyilkosát, tehát valaki harmadik fél rendelte meg ezt az egészet, vagy alakította úgy a dolgokat, hogy gyilkosság történjen el. Aha, jó, ez nagyon fontos így most már. Jó, aludjunk, haladjunk. Go to sleep. Alszunk egyet, és akkor holnap kikérdezik az öreg asszonyt. Mert ez így most már fontos. Na, azt hittem sose fekszik le. Oké, sleep. Itt éjszaka van. Kislány fölkeltett minket. Oh. Andrrr. Mondjad, Ursula. Hát igen, jó reggelt akartam volna mondani, de nincs jó reggelt, Ursula van. Éjszaka közepe van, Ursula. Menjél már vissza aludni el. Még mindig nem beszél. Stop. Hát látom. Na, mondjunk neki egy sztorit. Cockerel? Mi az a cockerel? Mi az a fekete cockerel, ami terrorizálta a várost egyetlen egy tojással? Tehát... what? Ez van... Ajaj, Ursula most így meglepődött. Ajaj, a tesója, igen. Bázel városában, az a fekete krokerel nem tartozott senkihez. És akkor így ugye ment fel alá a utcákon, és ijeszgette a kis fiúkat és lányokat. Igen. És ugye nem tudott ez a madár szerűség nem tudott tojást rakni? Vagy csak egyet tudott oda a város közepére? Ajajajajajaj. Kicsit furcsa már. Igen, és mindenki megijedt, mert ez csak egy valami dolg jelenthetett. Az, hogy egy bazilikus tojást rakott le. Ajaj. Az meg egy valami fél madár, fél kígyó. Aha, minden, amihez csak hozzáér, vagy ránéz, az meghal. Aha, és Bázel gazdag polgárai tükröt használnak, hogy még csak rá se nézzen ez a kokerel. Ajja, ajjajaj.
és megpróbálták elérni azt az egy tojást, mielőtt az ugye kikel és kikel belőle a kis jószág. Aha, és bármennyire is próbálkoztak, ez a kokerel ez mindenkit visszaütött, mindenkit visszavert. Mikor a baziliszkus végre, amikor elkapták végre, God for Salvation. Ha, mit jelenthet ez a Salvation? Gyorsan ezt csekkoljuk le, mert ezt már egyszer találkoztam ezzel a Salvation szóval, és hát akkor sem ment olyan könnyen ugye a fordítás. Na, pedig ez itt volt. Uno momento. Pedig le volt ütve ez az alkalmazás is. Ugye új a telefon, és hát így aztán nehéz a dolog. Knight with a Shining Shield Rule Up. Igen, végre megjött. Aha, és ugye a baziliszkus szobor van Bázel felett. Jó, hát a kislány megsértődött és elment. Semmi baj. Semmi baj, hát így járt a kis életem, de legalább visszament aludni, úgyhogy mi meg elmondtunk egy jó kis sztorit, és ugye a kislány erre emlékezni fog. Jó, hát remélem, hogy jót tettünk a kislányjal. Ebből nem jövök rá, hogy most akkor örült-e neki, vagy sem. Eva, Lara. Jó, hát dolgozzatok asszonyok. Hello, 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 nekem is menni kéne dolgozni. Vagy az az öreg Péter, vele most nem akarom beszélni. Jajjajjaj, mik vannak itt, mik folynak itt, kérem. Na, menjünk tovább. Jana Bauerrel is beszélhetünk, de nem, mert először tényleg az öreg asszonyt akartam, hogy miért ordítozott vele. Jana Bauer, bár most mindenki van, de akkor is az öreg asszonyt céloztam meg legelőször, úgyhogy hát akkor beszéljünk az öreg asszonnyal. Aha, most mindenki kim van a farmokon. Francnál nincs még most semmi. Úgy gyerünk itt le. Lefele. Úgy, azaz, nagyon király. Csak most, itt, ott van. De nézzük, mit látunk itt. Jó, nagyon király, nagyon érdekes. Otília háza. Na gyerünk be, Otília néni, ő. Na, szervusz, Otília, látom takaríta, szia, hello, hogy vagy? Aha, már azért kicsit szarkasztikusan szólít nekünk a néni, hogy hát a báró legújabb, legjobb barátja. Köszi. Nice to see you, Egon. Ja, nem, Otília, igen. Szarkazmus, milyen eredeti? Mit akarsz? Hát, fölvettem a stílusodat, Otília, meg ne haragudjál már. You must be battering me for something. Aha, hát ez így van, amúgy igen, már nem a vér. I wanted to ask you some question about Lawrence Rothvogel murderer. Legyünk, törjünk a témára és beszéljünk vele, mert hát eléggé szarkasztikus, ugye itt nem érdemes nagyon könterfalazni. Not the first time Prechta answered my call. Ki az a Prechta? Pagán goddess of the Alps. Egy pogány istenni az Alpokból, aki az állatok és a tavasz, nem, spinning wool az nem a tavasz, várjátok, az a ez a bárányoknak a szőréből készült fonál. Igen. He's still in wool by some Christian in Austria. Switzerland, Bavarian, Svábi. Svábföld. Aha. Na. Tudod, hogy mit gondolok? Örülök, hogy meghalt. Bárki, aki megtette, gets a bit next. Megölhetné a püspököt is. Az igen. Az öreg asszony. Az. Odavágott. Tehát akkor nem ő a gyilkos. Jó. És talán felgyújthatná az egész apátságot is. Hát, jó. Hm.
Na, igen, valaki bajban van, egy ártatlan ember, úgyhogy spóroljunk már időt, Otiliám, és akkor beszéljünk a lényegről. És azt hiszed, hogy érdekel, hogy mi történik egy pár öreg pappal. Öljék meg mindent! Ennyire érdekel. Minden agentjének a templomnak meg kell halnia. Ennyi. Hát most veszünk össze vele, hogy itt jön az inquisitor és megöli. Vagy... Na, nem tudok semmibe se segíteni, hogy rám ordított. Azért itt van egy kis indulat a nénibe. Don't suppose the skinny arms of your can hold more than paintbrush. Ah. Nem olyan erős az én kezem, mint Ottoé, de azért föl tudok emelni dolgokat, és elérhetek magas helyeket, ha ez kell neked. Hát nem minden, nem sokat szeretnélek segíteni az öreg Otiliának, úgyhogy jó. Jó, nincs más tervem, segítsünk Otiliának, hát hogyha beszél nekünk egy kicsit. Jó, gyűjtsünk neki tűzifelt. Nincs kérdés? Jó, hát nincs kérdés, Otiliám. Hát ez a feladat, ez a feladat. Hát most mit tüzégessünk? Na, gyűjtsünk tűzifelt, gyerünk. Otilia nénye. Na, mennyi kell? Azt sem mondtad el, Otiliám. Otiliám. Hát mi van veled? Hát mennyi köl? Csókolom. Aztán majd mindjárt kijönnek onnan az erdőből, szétvernek minket. Ah, értem. Tehát nem lehet gyűjteni rönköket, tehát egy tűzifa rönköket nem lehet gyűjteni, csak ilyen stickeket lehet gyűjteni. Mert minden más, ugye a püspök tulajdona, az apátság tulajdona. Jó, hova megyünk? Ha, törjük le a nagy ágat. If you insist. Jó, itt most kicsit gondolkozunk. If you are close to stealing it, my investigation into that as well as could be in... Igen, hogyha elkapnak minket, akkor bajba leszek, tehát nem tudom majd folytatni a nyomozást. Igen. A másiknál is ugyanez, csak akkor meg ugye, ha segítek lopni, akkor nem fejezhetem be a képet, tehát mind a kettővel bajba vagyok. Igen, nem biztos, hogy ez a ráordítás, ez elég indokolt arra, hogy most meg is ölje. Menjünk bele, most mindegy. Elég erős ez az akás. Elég erős. Jó van, de várjatok. Várjatok rá most a Gernot egyen szart, gyakorlatilag azt mondja, és ugye akkor most ennyi fa elég lesz neki.
Jó, most akkor mindet el kéne kicsit törögetni. Sure, break the key. Stick, got it. Mi van? Mit kell itt csinálni? A második kicsit paraszt. De akkor mekkorára? Mekkorára törjem négynek? Most ez jó. Ezek nem is ugyanakkorák. De öreg anyám, hát nem bírom kisebbre törni, a rák meg ez. De hát attól még én ezt tudom összép törni. Of course. Hát gyerünk, tehát is csak erre mondani, gyerünk. Gyerünk ott, Ilián, menjünk haza. Na, igen, hazamentünk. Jó, oké, ne verjük le akkor a képeket. Akkor vissza kéne helyezni a képeket a falra. És... Na, hogy mi? Így mi? Jó? Ezt gondolom, hogy nyilván a leghosszabb útvonalakunkkal ezeket forgatni. Na, visszaforgatás megtörtént, ez az. That looks alright. Nagyon jó. Oké, akkor most minden fölkerült. Le kéne szedni a keresztet. Biztos vagy benne? Nézzük mi az a gája. Igen, ez egy kicsit a világkép ellenkezik. Igen, tehát ne idegesítsük már fel az öregasszonyt, mert aztán ez is elzavar. Gainsy B-boy. Te mondtad, levettem. És akkor most mi van? Otilian. Levettem a keresztet, nagyon örülök neki, igen. Aha, tehát neki van amúgy egy ilyen dokumentuma, amiben részleteznek valamit, de hát ugye túl kicsi az ő személynek, ezért nem látja. Pont az asztalon van, ne nézzük. Aha, emlékezz a férjedre, a fájdalomra, amit viselt, mint Jób. A vörös madár repül, arkincsaktor. Biztos, jelentsen ez bármit is. Honnan van ez, Otilián? Hát nem tudom.
Itt találtam este, amikor Rothogger meghalt. Aha, tehát itt valaki behozta. Aha, tehát ezt megtarthatom. Ez ugyanaz az írás és a tinta, mint amit az öreg talált. Na nézzük, mi van itt. Mi folyik itt gyöngyösen? András. Etecerá, jó? Ez egy bevezetés volt. Na, itt valami van a dokumentumokkal. Oh, it says. Oh. Na, mit mond? Igen, mert hogyha meghal ez a René Kemper, akkor az ő örököse valami fit kell fizetni, éves járadékot kell fizetni a föld után, vagy ezt nem is értem. Han, tehát a te tulajdonod az már a templomos tartozik. Igen. Ugye mivel mi jogot végeztünk, ezért itt egy kicsit azért képbe leszünk. Aha, tehát Ranniggal kötött szerződést az apátságnak, azt meg kéne nézni. No, never see anything like that, I didn't think that this was it running. Jó, hát attól, hogy 100 éve itt vagytok, az egy érdek dolog. Jona és Franz. Aha, Johanna. Ja igen, mert itt lehetne beszélni az öreggel. Az öreg lehet, hogy emlékszik arra, hogy kinek volt ez itt a birtoka. Igen. A Gertnerekkel nem volt sose baja. Aha. Ó, és ez mind annak az öreg Lorenznek a hibája. Aha, és hogyha élne, én magam ölném meg. Jó, igen, és akkor itt az ideje, hogy elmond nekem ott írjám, hogy mi történt az öreg báróval. Aha, tehát Randig ugye a férje az mondta a bárónak, hogy na menj el a földről, az meg megverte őt ezért. Aha. Aha, tehát ezért utálja a bárót. Jó Isten. Jó Isten, most mindent elhiszünk, nem mentegetjük a bárót, nem is akarjuk. Ő a legrosszabb ember, ez a báró, a legrosszabb fajta ember, mert nem érdekli semmi, és kegyetlen. Úgy megverte, hogy nem érdekelte, hogy mi történik vele. Olyanok vagyunk neki, mint a bútorok, mint az állatok. Itt most gyanúsítsuk meg egy kicsit, már másiknál se jött ki jól, hogy meggyanúsítottuk.
Aha, végre egy kis őszinteség tőlem, hogy ezért jöttem el. Aha, hogy tudnál, igen, mert hogy egy öreg asszony, érted, a fát nem tudja behordani, hogy tudnál már megölni őt, igen, ebben mondjuk igazol. Igen. Tudom, mi enni ma, nagyon jó. Na, köszi a segítséget, te vagy az egyetlen, aki segít az úton, hogy meghalt az ura, de most kifele. Köszi. Örülök, hogy segítettem. Na, szevasz. Megyünk enni. Keresünk valakit, akivel lehetünk, mondjuk azoknál, akiknél tudom, akiknél lakunk. Vagy mondjuk náluk is ehetnénk. Ezeknél is ehetnénk. Várjatok, akkor ilyen neki ez lesz, itt fogjuk kezdeni a következő részt. Akkor eszünk náluk. Jó, viszont srácok, akkor én köszönöm szépen a türelmet, mindent is innen fogjuk folytatni a következő részben. Mert ugye őket is ki kell kérdezni, ha jól tudom. Igen, még a Baueréket ki kell kérdezni. Tehát az öreg asszonyt ki lehet lőni, nem ő volt a gyilkos. Legalábbis nem ő volt az, aki a gyilkosságot elkövette. Még azért tudhatjuk, hogy ő azért kicsit részese lehet a dolognak. Annyi a lényeg, hogy olyan embert kell keresnünk, aki írás tudó. Ez biztos. Tehát az szerintem az öreg asszony kilőve, és valószínűleg, hogy a sírköves csávó is, a kőfejtős csávó is kilőve. Úgyhogy megnézzük még a Jona Bauer farméknál, hogy ott mi a szitu. Mert az investigate, hol vagyunk? Hol vagyunk? Journal. Nem, maps. Ja. Hazing, nem oda kell menni. Hova kell mennünk? Itt tudnánk enni, ott tudnánk enni. Ajjaj, most nem találom. Mindegy, akkor náluk fogunk enni most, és aztán megyünk, lefekszünk aludni, és megkeressük azt, hogy kiket kell legközelebb kikérdezni. Na, tehát folytassuk innen. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és innen folytatjuk. Szervusztok!